Galambos Dénes, térségünk országgyűlési képviselője és Cserna Gábor polgármester Dunaújváros megyei jogú város önkormányzatának nevében ajándékcsomagokkal, emléklapokkal és virágcsokorral érkeztek a 90. születésnapjukat ünneplő Partizer házas párhoz. A szépkorúak otthonukban fogadták a város vezetését. Feri bácsi és Ilonka néni 1928-ban születtek, egyikük Rakamazon, másikuk pedig Cegléden. Budapesten ismerkedtek meg, és az 50-es évek környékén költöztek Dunaújvárosba. Itt, amíg Feri bácsi Pálhalmán szakmunkás elítéltekre vigyázott, addig Ilonka néni azokra a gyermekekre, akiknek a szülei szintén Pálhalmára jártak dolgozni. Három gyermekük született. Ennek sok mindenféle titka van a hosszú házasságnak, de legelsősorban a türelem. A türelem, megbocsájtás, mi van még? Szeretet. A szeretet. Más nincs. Ez a hosszú élet titka. 47 augusztus 18-án ismerkedtünk meg, 49 augusztus 27-én esküdtünk, 50-ben megszületett a lányunk, és azóta esszük egymást, hol így, hol úgy, hol főbe, hol nyersen, ahogy éppen sikerül. 70 éve együtt élünk, és nincs semmi az, hogy hát elválunk, meg ez, meg az, ilyesmi nem szó sere volt. Három gyerekkel neveltük, és nem volt ilyen problémánk. Mai napig sincs. Úgyhogy élünk itten békességben. Szeressük az embereket itten minden. A két 90 éves szépkorú a jövő évben ünnepli 70. házassági évfordulójukat. Azt mondták, boldog és hosszú, évtizedek óta tartó házasságuk titka az egymás iránti türelem. A 90 éves szépkorú házaspár mindennapjai ma már a napi, lakásuk körüli tevékenységekkel telnek. Azt mondták, minden nap együtt mennek a piacra, sütnek, főznek, sétálgatnak, és minden délután alszanak egy nagyot. 7 unokájuk és 13 dédunokájuk van.